Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus fordulat. Ennél a jóslásnál nem csak a kártyákon keresztül nézzük meg ezt a témát, hanem asztrológiailag is. Ez most egy akció fele áron, és ezt megrendelhetitek 4200 forintért. Miért van ez az akció, azt is elmagyarázom. Először arra térnék ki, hogy mit jelent kárma. Mi biztosak lehetünk abban, hogy van lelkünk. A mi lelkünk az egy ilyen isteni teremtés, és az megmarad. Amennyiben elbúcsúzunk a Földtől, és visszatérünk ehhez az isteni hatalomhoz, a lelkünk felszabadul. És él, vannak emlékek, vannak érzelmek is. Amikor a lélek visszatér az isteni hatalomhoz, akkor meg kell, hogy válaszoljon egy kérdést, mégpedig azt, megérte ezt itt a Földön élni, érzi ezt a szabadság érzetét, boldog. Ha igen, akkor felszabadul ezektől a kármikus kötöttségektől. Ha a lélek azt mondja, ő boldogtalan, valamit szeretne javítani a dolgokon, akkor visszatér a Földre, és megpróbálja ezt jobban csinálni. Így benne vagyunk ebben a sors kerékben. Persze a tetteket is meg kell tekinteni, mert a léleknek ezt jóvá kell tenni. És itt vannak kármikus témák, mert ezért vagyunk itt a Földön, hogy valamit jóvá tegyünk. Az nem azt jelenti, hogy mindent perfektül kell, hogy csináljuk, hanem éljünk nyugalomban, boldogságban és békében. A cél az, hogy elérjük a céljainkat, éljük az álmainkat, és boldogok legyünk. És pontosan ezen az úton vagyunk, ezen a kármikus úton. Asztrológiailag erre utal a hold csomó. Az azt jelenti, ha a hold csomó délről észak fele halad, tehát alulról felfele, én úgy szoktam mondani, a felfele haladó holdcsomó ráhu, az mutat egy új irányt, vagy egy kiutat. Vele szemben van a lefele mozgó holdcsomó, amikor a hold északról délre halad, és át kell az ekliptikán. Itt van egy ilyen csomópont, és ezt nevezzük kármikus csomónak. Mivel szeptember végén a lefele mozgó hold csomó, ami a múltra utal, Kétú, elhagyta a nyilas jegyét, és átkelt a Szkorpión jegyébe, itt volt egy fordulat. A felfele mozgó hold csomó Ráhu elhagyta az ikrek jegyét, és átkelt a bika jegyébe, ez is egy fordulatra utal, ezért volt ez az akció, mert itt van most egy kármikus fordulat mindenkinél. És ez nem egy-két hónapig tart, hanem hosszú ideig, mégpedig 2022 tavaszáig, március végén, április elején változik újra a helyzet. És most rátérek erre a jóslásra. Ez a felvétel egy személyes jóslás Diéra számára. Kedves Diéra, üdvözöllek téged
ez most a te felvételed, és én az asztrológiával kezdeném az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, ahol te megszülettél, amikor te megszülettél, a keleti határon az ikrek jegye kelt fel. Ez a te aszcendentusod, ezzel indul az első életház, és az kihat a te külsődre, kihat a te fellépésedre, kihat a te személyiségedre. Az ikrek jegye mozgásban van, és a levegő elemében. Neked kell ez a könnyűség, hogy mindig valami történjen az életedben. Az ikrek jegye mutatja a fiatalságot is, és ez befolyásolja a külsődet, de mindig fiatalabbnak nézel ki, mint ami vagy. Itt az első életházban, az ikrek jegyében van a horoszkópodban Mars bolygó. Mars bolygó utal a te erődre. Megvan hozzá az erőd, a bátorságod, a fellépésed, hogy mások figyeljenek rád, észrevegyenek téged, te állsz így a középpontban. De Mars bolygó gyakran eltúloz valamit, és ilyen esetekben jobb, ha kicsit visszahúzódó vagy, mert hajlamos vagy arra, hogy kimondasz valamit, amit később megbánsz. Mars bolygó nem csak a te erődet mutatja, hanem a férfit, a lelki társadat. És ez a lelki társ hat a te személyiségedre. Itt van ez a közelség is. Te átéltél az utóbbi másfél hónapban itt kármikus témákat, mert a felfele mozgó holdcsomó rákó itt volt másfél évig itt az ikrek jegyében, mégpedig ez év szeptember végéig. Elhagyta most az ikrek jegyét, és átment a bika jegyébe. Itt van most nálad ez a kármikus fordulat. Az ikrek jegyében előfordulhat az, hogy pörögnek az események, vagy több kapcsolatod is van, de nem találod a helyedet. És ezt te keresed, mert a felfele mozgó holdcsomó keres egy kiutat, amit még nem ismersz. És ezt élted át az utóbbi másfél évben. És itt most van egy kármikus fordulat, az elkezdődött, mert Ráhó, a felfele mozgó holdcsomó elhagyta az ikrek jegyét. Áttért a bika jegyében. Ehhez hozzá kell tennem, hogy ez a két holdcsomó is mozog, de nem abba az irányba, ahogy a bolygók mozognak, hanem visszafelé. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy az ikrek jegye után nem a rák következik, hanem a bika jegye. A bika jegye hat rád, mégpedig a 12-es életházban, ahol a titkok vannak, és ezt érezni fogod 2022 tavaszáig. Ami jó nálad itt a bika jegyében, hogy itt a föld eleméről van szó, a reális dolgokról. Tehát azt, amit te így elképzeltél, vagy volt ezzel a férfival kármikus témád, az eddig a levegő volt, az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, és most lesz itt egy kármikus fordulat, és itt a föld eleménél
realizálódnak a dolgok. Az egyes életházzal szemben van a hetes életház. És a hetes életháza kinyílik egy új kapu, ezt deszcendentusnak nevezünk, és belépünk egy új életterületre, mégpedig a szerelmi kapcsolatok, a párkapcsolatok területére. Az elmúlt másfél évben itt a hetes életházban, ahol a nyilas jegye van a te születési horoszkópodban, itt mozgott szeptember végéig Kétú, a lefele mozgó holdcsomó. Ez a lefele mozgó holdcsomó, Kétú, mutatja a múltat. Itt nem csak a gyermekkorról van szó, hanem mindarról, amit te átéltél a korábbi életedben. A te születési horoszkópodban ez a lefele mozgó holdcsomó Kétú máshol van, mégpedig az oroszlán jegyében, az marad ott, ott vannak a te emlékeid, de mivel ezek a csomók mozognak, az elmúlt másfél évben a hetes életházban volt a nyilas jegyében, és itt jönnek ilyen emlékek. Ezek lehetnek szép emlékek, de lehetnek ilyen régi sebek is, amit te belülről éreztél. Az lehet, hogy az elmúlt másfél évben kicsit óvatos voltál, ami a szerelmi ügyeket illeti, mert féltél attól, hogy valaki téged újra elhagy, vagy megbánt. Itt ebben a hetes életházban volt Kétú szeptember végéig, de áttért most a Szkorpión jegyébe. De hat rád még valami ezen a területen, mert itt a hetes életházban a nyilas jegyében mozog jelenleg Jupiter bolygó, az hoz neked szerencsét. Vannak lehetőségeid egy boldog szerelmi kapcsolatot kialakítani. Nem csak Jupiter bolygó mozog itt, hanem Plútó is. Plútó bolygó erősít téged belülről, a belső erődre utal, és arra, hogy koncentrálj erre a témára, mert jelen pillanatban ez számodra a kiút. Ez áll most itt a középpontban. A te születési horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó Kétú az oroszlán jegyében van, a Makha holdházban, a hármas életházban. Ez utal arra, hogy mit éltél át a korábbi életedben. Az oroszlán jegye közli veled, te a korábbi életedben mindig a középpontban voltál. Mindenki látott téged, a Makha holdház felett Regulus csillag uralkodik, és Regulus csillag az a királyoknak, a császároknak a csillaga, az uralkodóknak a csillaga. Mivel itt vannak nálad kármikus emlékek, itt van nálad a múlt, ez jelentheti azt, hogy te egy ilyen királyi palotában, egy olyan helyen nőttél fel, ahol az uralkodók voltak, vagy voltál egy királynő. A Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó az oroszlán jegyében, a te horoszkópodban a hármas életházban van. Ez a hármas életház
az élet iskolája. Itt tanulod meg azt, hogyan tudnád bebizonyítani magadat. Segít neked az oroszlán jegye, te állsz a középpontban, itt vannak kármikus emlékek, ezt mutasd ki, te vagy a királynő a te életedben. Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó utal egy sors útra, egy kármikus útra, mint ahogy itt látható a képen, az az út, amit a te lelked kiválasztott. Mert pontosan erre van szükséged, mert ez téged felszabadít. Ráhu a te születési horoszkópodban, a vízöntő jegyében van, a Satabisa holdházban, és a horoszkópodban a 9-es életházban. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, számodra kell a könnyűség, a vízöntő mutatja az ötleteket is, ezt meg kell, hogy valósítsad az életben, bízzál abban, hogy sikerül, és mutatja számodra, hogy te más vagy, mint mások. És éld a személyiségedet, mert te különös vagy, és mások így látnak téged, bíz ebben. Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó, a vízöntő jegyében, a Satabisa holdházban van. Ez a Satabisa holdház lefordítva annyit jelent, hogy 100 szerencse és 100 félelem. Itt ezen a területen, ennél a holdháznál nagyon sok szerencse csillag van, de a félelmek azok ahhoz vezetnek, hogy ez a szerencse nem jön be, mert félünk valamitől. Át kell tenned magadat a félelmeiden, és akkor felszabadultnak érzed magad, és szerencsés leszel minden területen. A 9-es életházban az külföldre utal, és az lehet, hogy külföldre vezet a sors útad, és az hoz neked szerencsét. De ez a külföldi út nem csak külföldi kapcsolatokat, utazásokat jelent, ez lehet egy belső út is. Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó, ami egy új utat vagy egy kiútat jelent, jelen pillanatban a bika jegyében mozog, és mint mondtam, 2022 tavaszáig. Nálad a bika jegye a 12-es életházban van, itt található a napod és Merkur bolygó. A nap az utal az apukádra, Merkur bolygó a gyermekkorodra. De a nap mutatja a te énedet is, és Merkur bolygó a kapcsolatokat, beszélgetéseket, a tudást. Itt a 12-es életházban titkokról van szó, minden olyan titokzatos, vagy megvan a képességed arra, hogy átláss a dolgokon, mi történik a becsukott ajtók mögött, mik a titkok, belenézel a mélybe is, vannak itt ismereteid. Tehát ezt használhatod, ezt a tudást, ez egy ősi tudás nálad. Viszont ez a 12-es életház jelent árnyékot is, amit mások nem vesznek észre, vagy átnéznek rajta, mert ez olyan visszahúzódó. A nap, az a fény, az a kisugárzás, az látható, de nem érzi jól magát itt a 12-es életházban, ami olyan láthatatlan. Itt ki kell törni ebből a háttérből,
és pontosan ez, ami téged felszabadít. A te múltad, ez a kétú energia, ez a lefele mozgó holdcsomó az oroszlán jegyében, az a középpontban áll, a Magha életházban, amit te átéltél a korábbi életedben, az egy királyi környezet, az látható, annak van kisugárzása. És ez fáj, ha téged átnéznek. Most gondolj arra, ha te a múlt életedben egy ilyen királyi palotában nőttél fel, vagy te voltál a királynő, és a középpontban, mert mindenki ismert téged, és jelenleg, ha átnéznek rajtad, vagy valaki megpróbál téged lekicsinyíteni, az fáj, az nagyon fáj. Itt neked magadtól kell kitörni ebből a helyzetből. Tedd magad láthatóvá. Te vagy a királynő. Akárhol vagy, akármilyen környezetben. Légy büszke erre, legyen ez a fellépésed, ez a kisugárzásod. Mivel a nap az édesapádat is szimbolizálja, itt lehetnek ilyen apai témák nálad. Most visszatérnék még a kétú mozgásra. Kétú az a lefele mozgó holdcsomó, és utal a múltra, kármikus emlékek. Kétú szeptember végéig még a nyilas jegyében volt nálad, a hetes életházban hatott, ami a párkapcsolatokra, szerelmi témákra utal. Szeptember végén Kétú elhagyta a nyilas jegyét, és átkelt a Szkorpión jegyébe, itt hat most rád, itt vannak most kármikus emlékek, mert ez a múltra utal. Nálad a Szkorpión jegye a hatos életházban van, és ott található a születési horoszkópodban egy visszatekintő Neptun bolygó is. Ez a visszatekintés utal kármikus témákra, a múltra. Kétú szintén a múltra. A hatos életház a munkát jelenti, és itt lesznek munkahelyi változások, vagy előfordulhat az is, hogy te megismerkedsz valakivel a munkádon keresztül. Nem csak a munkát jelenti ez a hatos életház, hanem az egészségügyi témákat is. Mivel itt fog ez a lefele mozgó holdcsomó lenni egy jó ideig, itt lesznek változások, ami a munkádat illeti. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója. Ez a tehetséged, ezt kivirágoztathatod, mert ez lehet a hivatásod is, mivel visszatekintő utal a múltra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, tehát van nálad ez a művészi tehetség. Nem csak Neptun bolygó visszatekintő a születési horoszkópodban, hanem Jupiter bolygó is, ez a visszatekintés, ez utal a kármikus témákra, utal a múltra. Jupiter bolygó szerencsét hoz, de mutatja a te nagyságodat is. Jupiter bolygó a születési horoszkópodban, az ötös életházban van, ahol a gyermekkori emlékek vannak. Te nagyon tehetséges voltál a gyermekkorodban is, de a felnőttek nem vették ezt észre. És ez fáj. Fedezd ezt most fel magadnak, és akkor lehet itt egy ilyen megújulás nálad. Szaturnusz bolygó az kihat
a sorsunkra. Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig ilyen sorsdöntő változások vannak, gyakran kármikus témák, mert Szaturnusz bolygó őrzi a kármát és tanít bennünket. Szaturnusz bolygó jelenleg és jövőre is a bak jegyében lesz az indiai számítás szerint. Nálad a te horoszkópodban a bak jegye a 8-as életházban van, itt lesznek sorsdöntő változások. Ezt a 8-as életházat nem könnyű elmagyarázni, mert ezt halálnak nevezzük. Természetesen előfordulhat haláleset, vagy egy örökösödési ügy. De ennek van szimbolikus jelentése, mégpedig az lezárni valamit, és valami újat indítani. Itt lesznek megújulások ebben a 8-as életházban. Gyakran utal anyagi ügyekre, hivatalos dolgokra, és a szexuális kapcsolatokra is. A te születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója a 11-es életházban van a kos jegyében. A 11-es életház mutatja a baráti kört, de a reményeket is. A kos jegyében egy új indítás, az is lehet, hogy Szaturnusz bolygó tanít téged arra, hogy vágj valami újat, legyél bátor, ha valami új van az életedben, ne húzódj vissza, hanem tedd azt, ami téged lelkesít. Ami még fontos, hogy milyen befolyás van más bolygóktól a holdcsomóra. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, az az oroszlán jegyében van, a Makha holdházban. Itt vannak emlékek. Erre a holdcsomóra kapsz egy jó besugárzást Mars bolygótól. Ez a te erőd és bátorságod, de jelenti a lelki társadat is. A felfele mozgó holdcsomó nálad a vízöntő jegyében van, a 9-es életházban, ami külföldre utal, külföldi kapcsolatokra, a Satabisa holdházban. Erre a holdházra, erre a kármikus csomóra van egy Mars besugárzás, egy úgynevezett sextil aspekt. Ez jó, ez kellemes. Tehát szerencséd lesz, mert megvan az életerőd és a bátorságod, de szerencséd lesz a párkapcsolat területén is, mert ez a férfi segít neked. A holdad. Az jelenti szimbolikusan az anyukádat, jelenti az anyai érzéseket is, de a hold szimbolizálja az érzelmeket. Nálad a hold a szűz jegyében van, a hasta holdházban, a 4. életházban. A szűz jegye a föld eleméhez tartozik, az utal a reális dolgokra. Ez adja neked az alapot, mert a 4-es életház, ahol a holdad van, az a mélypont a horoszkópban, az utal egy helyre, ahol úgy érezzük, hogy itt le tudunk gyökerezni, adja számunkra a biztonság érzetét, itt alapozunk meg valamit, és erre építjük fel az életünket. Ez a 4-es életház utal az otthonodra is. A szűz jegyében minden tiszta és rendezett. Ez adja neked az alapot, a biztonság érzetét. Lehet, hogy kicsit kritikus vagy, és szeretnél valamit javítani, de ez számodra nagyon fontos. A holdad
a Hasta Holtházban van. A Hasta Holtház lefordítva kezet jelent. Vedd kezedbe a dolgokat, ha valamit alapítani szeretnél, vagy mindazt, ami az otthonodra vonatkozik. A Hasta Holtház felett Vindemiatrix csillag uralkodik, az a bor istenének a neje, Dionüzosznak a neje, és szimbolizálja a jókedvet, a táncot, a zenét, egy ünnepséget, ezt a vidámságot. Ez kell az otthonodban, ez a jókedv, ez a vidámság, vagy a színek. Ez a felvétel utal egy kármikus fordulatra, amit mi most átélünk. Valamit lezártunk szeptember végén, és most október elején kezdődik valami új az életben. Ezt nem csak most éled át, hanem ezt átélted 2002-től kezdve másfél évig. Azon kívül 1984-től kezdve másfél évig. Annak idején is volt egy ilyen kármikus fordulat, de más életterületen, mint jelenleg. És most megnézzük ezt a jóslást. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Vedd kezedbe a dolgokat, irányíts valamit, hozz komoly döntéseket, és érezd a levegő elemét, ezt a könnyűséget. Szabadulj fel mindattól, ami téged nyomaszt, a félelmektől is. És mit kellene megtartani a múltból? Az nem csak a gyermekkorodat és ifjúságodat jelenti, hanem mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. Erre utalnak itt az érmék, ez utal az anyagiakra, az értékekre, a hivatásra, mint mondtam, nálad van ez a művészi terület, ahol te kibontakozhatsz, vagy éled az álmaidat, ami a hivatásodat illeti. De ezek az érmék nem csak az anyagiakat jelentik, vagy a hivatásodat, hanem a te értékeidet is. Gondolj mindig arra, hogy a múltad, ahogy a csillagok ezt leírják, a Makha Holtházban van, és ez a Holtház Regulus csillag hatása alatt áll, és ez a királyi környezet, a királyoknak, az uralkodóknak a holtháza, vagy az uralkodóknak a csillaga, és ezek is értékek. Légy büszke arra, ami vagy aki vagy. Mitől kellene elbúcsúznod, ami a múltat illeti? Ezt mutatja itt ez a szekér. Két irányba szeretne mozogni, és nagyon nehéz itt az irányt kézbe venni. Itt fontos döntéseket kell hozni. Balra vagy jobbra? Fekete vagy fehér? Ez a fekete szín utalhat a félelmekre, ami lassítja a mozgást, és ez a fehér szín a bátorságra, itt előre mennek az események. Egy kármikus kulcs. Mi ez a kulcs, amivel kinyithatod ezeket a kármikus témákat? Ezt itt ez a kártya jelenti. Ha nálad fejfájás van, vagy nem tudsz aludni, és sokat elgondolkozol azon, hogyan tovább, vagy mi volt a múltban, és vannak ezek a félelmek, akkor emiatt nem mennek előre az események. Tedd túl magadat ezeken a félelmeken, akkor jobbra fordulnak az események. Mit tudtál elérni eddig? Azt mutatják itt a kelyhek, és ezek az álmok, a vágyak, a remények, a tervek. Vannak szép terveid.
vannak szép gondolataid és érzelmeid, csak nem tudod, hogyan valósítsd ezt meg. És a problémákat itt ez a kép mutatja. Itt van egy gazdag férfi. Neki van mindene. Ő tud adni. A második férfi az elvesz tőle valamit. Tehát kap valamit ebből, a pénzből, de ez nem csak az anyagiakat jelenti, hanem megbecsülést is. És a harmadik itt vár arra, hogy ő is kapjon valamit ettől a gazdag férfitől, de hiába vár, nem kap semmit. Ezek igazságtalanságok, és ez, ami nálad előfordulhat, és ez fáj neked. De ez a kép számodra még valamit mutat. Neked nem kell senkitől semmi, mert ezt meg tudod egyedül oldani. Egy királynő uralkodik. Kezd ezzel. Uralkodj a gondolataid felett. Uralkodj az érzelmeid felett. Uralkodj az életed felett. És ezekből a kármikus témákból mit kell, hogy tanulj, azt mutatja itt a csillagkép. Szerencséd lesz, bízzál ebben, vagy bízzál ebben az isteni hatalomban. Ez meg van írva a sors könyvébe, a csillagokba, és minden jóra fordul. Legyél kicsit visszahúzódó. Ez a két kártya utalhat egy spirituális útra, egy belső útra is. És hogyan tovább, miben bízhatsz, egy férfi közeledik hozzád, és átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az ő érzelmeit jelenti. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Kapsz másoktól segítséget. Itt van egy uralkodó, aki segít neked. A lelki társad, vagy valaki a közeledben, aki téged erősít. És hogy tudod megoldani a kármikus témákat, ha itt a kezedbe veszed ezt az aranyérmét, ami nem csak az anyagiakat jelenti, hanem az értékeket, a belső értékeket is. Te nagyon értékes vagy. Légy tudatában a te saját értékeiddel. Kedves Diéra, így tudtam elmagyarázni a kármikus témákat. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.